Bár tavaly úgy indultunk haza Monzából, hogy az Imolába költöző Wegforduló annyira nem csábító ajánlat, a tél során átértékeltük a helyzetet és ismételten leültünk megtervezni az utat. Döntésünkben sokat segített az a tény is, hogy a Hypercar kategória idén már 19 egységre bővült, valamint a GT osztály sokkal színesebb lett, mint tavaly. Amíg azonban egy éve a 38 fokos Kánikula volt a legnagyobb ellenfelünk Olaszországban, addig idén az eső, a szél, illetve a 10 fokos hőmérséklet. Nézzük, hogy hogyan vészeltük át. Csapatunkból összesen hatan mentünk az imolai hatórásra. Négyen Mazda Hypercarral Budapestről, ketten pedig repülővel. Bár a szállást még januárban lefoglaltuk, az imolai helyszínek már ekkor telítettek voltak, így Bolognában szálltunk meg. Az autós utazást, a milánói tapasztalatok, illetve a Bologna és Imola közötti több mint 40 kilométeres távolság miatt választottuk, gondolva, hogy majd sokkal hatékonyabb és kényelmesebb lesz. A 850 kilométeres távot végül két megállóval kicsivel több mint 9 óra alatt nyomtuk le. A második, padovai pihenőnél már el is kezdett esni az eső, ami kisebb megszakításokkal a következő három napban végig elkísért minket. Bolognába érve aztán összeszedtük csapatunk maradékát, bevásároltunk, kerestünk egy pizzériát, majd az esti kollektív szendvics készítés után eltettük magunkat a másnapi koránkelésre. Mivel ugyanis az imolai hatórás programja már vasárnap reggel 9-kor kezdetét vette, szerettünk volna minél korábban kiérni a pályára. 7:30 után így már úton is voltunk. Sajnos azonban hatan nem fértünk be egy autóba, így két embernek vonattal kellett átmenni Imolába. Úgy egyeztünk meg, hogy az állomásról majd kocsival behozzuk őket, kiderült azonban, hogy sokkal gyorsabb megoldás volt a vonatos utazás. A tömeg miatt ugyanis már az autópálya lehajtón feltorlódott a menetoszlop, majd legalább 20 percig tartott, mire a kisvároson átvágva autóval is eljutottunk a pályáig. Ez alatt könnyedén meg lehetett tenni az állomásról a pályáig tartó 25 perces sétát. Kocsival végül majdnem a város határán kívül tudtunk csak leparkolni, ahonnan egy 10 perces séta vezetett minket vissza a Rivalza melletti bejárathoz. Mire tehát mindegyikünk kiért a pályára, a Porsche Superkupa versenye már bőven véget ért, és a Lamborghini Super Trofeo melegített. Azt viszont az első pillanattól kezdve láttuk, hogy a verseny szervezői sokkal felkészültebbek voltak, mint tavaly Monzában. Már a beléptetésnél is sokkal többen segítkeztek a jegyek kezelésében, a pálya tele volt árusokkal, mobil WC-kkel, kivetítőkkel minden kanyarban, valamint a WEG fanzón is kialakításra került. A még Monzában tényleg az volt az érzésünk, hogy a szervezők csak pár ezer embert vártak, majd meglepődtek a 60 ezres tömegen, Imolában előre figyelték a jegyeladásokat. A hivatalos adatok szerint 73.600-an látogattak ki a három nap alatt, a pálya pedig tökéletesen ki tudta őket szolgálni. Mire a főlelátóhoz értünk, a Super Trofeo már rajtra készen állt. A futam azonban olyan sok izgalommal nem szolgált, köszönhetően a rengeteg balesetnek. A leintés előtt röviddel így elindultunk szétnézni a fanzónba. Rögtön szembe is találtuk magunkat egy Porsche 963-mal, amit körbe lehetett tapogatni. Ebből már leesett, hogy az egy kiállítási darab és karbon helyett műanyagból készült, ennek ellenére viszont nagyon menő volt, hogy ilyen közel lehetett kerülni egy Hypercar modellhez. Láthattunk még egy valós 499P-t is, ami a biztonság kedvéért azért körbe volt kordonozva. Tényleg azt lehetett érezni a fanzónon, hogy a hosszú távú világbajnokság szintet lépett. Be lehetett ülni szimulátorozni, formula student autót kipróbálni, tele volt a lekerített rész árusokkal, akik közül nem nagy meglepetésre a VR46-os sátor volt a legnagyobb, és mindez tele volt élettel. Az pedig külön nagy piros pont, hogy a benti árak nem voltak elszállva. Ebédelni 12-15 euróból lehetett volna, a sörért pedig egységesen 5 eurót kértek. No persze, a magyar pénztárcának ezek sem olcsók, de a legtöbb olasz étteremben is hasonló, vagy még drágább árakkal találkozhatunk. Annak ellenére viszont, hogy a jegyeket már decemberben megvettük, ismételten lemaradtunk a box utcai belépőkről. Hála azonban Norbinak, akivel a helyszínen találkoztunk,
kaptunk egy jegyet, amivel beengedtek a pitbe. Mivel pedig ezúttal az Alpin is ott volt a mezőnyben, Ádámot küldtük be, hogy vadásza le Mick Schumachert. A találkozó össze is jött, ahogyan két garázs kivételével az összes csapat boxát is jól meg lehetett nézni. Gondolom nem olyan nehéz feladvány, hogy ez a két box az AF korzái, illetve a 46-os BMW-é volt. Az ő aláírásukért valószínűleg Fujiba kell elutazni. A csapatok viszont ekkor már az utolsó simításokat végezték az autóikon, hamarosan pedig nyitott a box utca, és elkezdtek felállni az egységek a rajtrácsra. A rajt előtt még felsétáltunk a Villeneuve-sikánig, meglátogattuk a Senna emlékművet, valamint kerestünk egy kutat. Szerencsére rengeteg vízvitelezési hely volt a pályán, ahonnan majdnem jobb víz jött, mint a helyi ásványvíz. A 6 órás futam rajtjára a célegyenes lelátói teljesen megteltek, így mi kicsit távolabb a Rivadza 2 kijárata feletti dombon telepettünk le, innen néztük meg a verseny első óráját. Magáról a futamról sokat nem szeretnék mondani, azt a múzán adásunkban eléggé kitárgyaltuk. Meglepő volt azonban, hogy a Monzában megtapasztalt légkört Imolában nem éreztük át. Milánóba úgy érkezett meg tavaly a mezőny, hogy a Ferrari frissen nyerte meg a Le Mans 24-et, a tifosi pedig egy újabb siker reményében kirándult el a vadasparkba. Ezzel szemben az imolai hatóráson sokkal nemzetközibbnek érződött a közönség. A monzai tisztán piros lelátókkal szemben idén elég sok Porsche, Toyota, Alpine és BMW szurkolóval találkozhattunk. A nézőközönség színesebb összetétele abban is megmutatkozott, hogy amíg tavaly a Ferrari visszaesésével a nézők kétharmada elindult haza, addig Imolában még az érkező esőben is kinmaradt a szurkolók többsége. Mert hogy ám, jött az eső. A szikrázó napsütésben elengedett mezőny a harmadik órát már erős szélben és borult ég alatt versenyezte végig. Az eső végül pedig kb. 2,5 órával a leintés előtt kezdett el szemerkélni, majd zuhogni. Ekkor mi a létező legjobb helyen, a Tóza bejárata feletti Ratzenberger tribünön ültünk. Úgy voltunk vele, hogy ha már egyszer kijöttünk a futamra, egy kis víz nem fog elijeszteni minket. A nagy szél miatt egy idő után az esernyők hasznavehetetlenné váltak, a hideg idő miatt pedig nagyon is jól esett a meleg kabát. Szerencsénkre viszont pont a pálya azon részén voltunk, amit a legkevesebb csapadékért. Ha a Rivadza környékén ülünk, akkor biztosan bőrigázunk. Az utolsó órára aztán elállt az eső, a befutóra pedig a Villeneuve emlékmű érintésével visszaültünk a célegyenesbe. Útközben még az Eurosport stábjába is belefutottunk. A 6 órás futam leintését és az ünnepélyes díjátadót még megváltuk, de igyekeztünk a tömeg előtt visszaindulni Bolognába. Nem jött össze. Az autópályán ismételten dugó volt, a vonaton pedig, mint a heringek, úgy álltak az ázott szurkolók. Összefoglalva viszont egy nagy élmény volt az imolai 6 órás. Ehhez természetesen sokat hozzátett az, hogy maga a verseny is izgalmakkal volt tele, viszont a körítés és a kiszolgálás is annyival múlta felül a monzai tapasztalatokat, hogy mindegyikünk örült annak, hogy kijutott a futamra. Köszönhetően pedig a pálya és az imolai állomás közelségének, valamint a Bologna-Rimini vonal járatsűrűségének, ha jövőre megyünk, már inkább a repülő-vonatpárost választanánk, mivel úgyis kényelmesen el lehet jutni a helyszínekre. Ha azonban a Bologna és Modena környéki automúzeumunkba is el akarunk látogatni, akkor megéri a közel 2000 kilométeres autós kirándulás. De ezekről egy másik videóban. Most zárásként mindenkit arra biztatok, hogy adjon egy esélyt a sorozatnak, hiszen sokkal jutányosabb áron ad a Form 1-hez hasonló élményt, ráadásul a verseny közben a teljes pálya is bejárható, és érdemi korlátozás nélkül nézheted bárhonnan a jövőre már 40 fős mezőnyt. Füldugót azért ajánlott vinni. Mi biztosan ott leszünk.
Hogyha tetszett a videó, akkor nyomdok rá egy lájkot, nézzetek szét a csatornán további tartalmakért, hogyha még nem tettétek meg, iratkozzatok föl, hogyha pedig kifejezetten tetszenek a tartalmaink, Patreonon tudtok minket támogatni, az eddigi támogatóinak nagyon szépen köszönjük a bizalmat, találkozunk legközelebb, addig is legyetek jók, sziasztok!